Sziasztok! A mai videóban megmutatom nektek, hogy mi volt a júliusi, vagy inkább augusztusi Pixi Boxban. A következő Pixi Box az eredetileg augusztusban lett volna, de a Pixi Team úgy döntött, hogy a nyári szabadságok miatt inkább előrébb hozzák, és így gyakorlatilag már június végén meg lehetett rendelni a Pixi Boxot, és július első napjaiban volt a szállítás. Úgyhogy ha kíváncsiak vagytok rá, hogy mi volt benne ezúttal, akkor tartsatok velem! Én egyébként most is nagyon meglepődtem, mert hogy megint az első szállítási napon megkaptam a dobozkámat. Ráadásul képzeljétek el, pont az volt, hogy Instagramon nézegettem, hogy néhányan már megkapták a dobozt, és úgy irigykedtem, hogy jaj, de jó, nekik már ott van, és tudják, mi van benne, én meg ki tudja, mikor kapom meg. És ebben a pillanatban kopogtatott a futár. Nem akartam elhinni, de ez valami isteni bevonzás volt, vagy nem is tudom, hogy minek nevezzem. Szóval megint nagyon hamar megkaptam, és ennek megint nagyon-nagyon örültem, de térjünk is rá, hogy mi volt benne. Vagyis nem, még egy valami, mert hogy mindig rengetegen megkérdezitek a Pixi Boxos videóim alatt, hogy mi ez a Pixi Box. Ez a Pixi Box, ez egy szépségdoboz szolgáltatás, ami azt jelenti, hogy nagyjából 3 havonta van új doboz. A Pixi Boxnak a honlapján fel lehet iratkozni hírlevélre, és akkor e-mailen értesítenek titeket arról, hogy mikortól lehet rendelni a következő dobozt, várhatóan milyen márkák lesznek benne, illetve hogy mikor lesz a kiszállítás. A doboz, hogyha jól emlékszem, házhoz szállítással együtt 4390 forintba kerül, és ebben mindig meglepetés, hogy mi lesz benne, tehát pontosan nem lehet tudni előre, hogy milyen termékeket rejt majd magában a doboz. Általában utazókiszerelésű, illetve minta termékek szoktak benne lenni, illetve mindig vannak benne teljes kiszerelésű termékek is. De beteszem a videó alá a leírásba a Pixi Boxnak a honlapját, és ott tényleg az égvilágon minden információt megtaláltok róla. És akkor térjünk rá most már tényleg a dobozra. Ugye először is járt hozzá a most már szokásosnak mondható Pixi magazin, amiben különféle hasznos tippeket olvashattok, például fényvédelemről, vagy éppen hajápolásról, tartós nyári sminkről, illetve a dobozban található termékekhez is találtok különböző kis hasznos infokat. Én mindig elolvasom ezt a kis magazint, szerintem nagyon jó pofa és nagyon hasznos. Szerintem haladjunk aszerint, ahogy itt a kis papíron fel van sorolva. Volt benne először is egy Clinique Age Defense BB krém 30-as fényvédővel. Ez egy 15 ml-es, tehát utazó méretű termék. UVA és UVB szűrő van benne, illetve a környezeti hatások ellen is védelmet nyújt, miközben elfedi a bőr tökéletlenségeit. Én nagyon örülök annak, hogy ebben 30-as fényvédő van, mert ugye a legtöbb BB krémben általában ennél kisebb vagy alacsonyabb faktorszámú fényvédő szokott lenni, általában ilyen 15-20-as. És a másik, aminek nagyon-nagyon örülök, hogy ennek az árnyalata végre jó nekem. Most ki is próbálom itt a kezemem. Talán ti is láthatjátok. Illata az úgy, hát valami nagyon enyhe kis illata van, de igazából nem vészes. Az állaga szerintem nagyon kellemes, egy icipicit talán sűrűnek mondanám, de én ezt mindenféleképpen ki fogom próbálni, mivel ez egy utazó méretű termék, azért ez néhány használatra elegendő. És akár hogyha beválik, akkor lehet, hogy meg is veszem a nagy kiszerelésű terméket. Hát majd meglátjuk, nekem Clinique termékekkel még nem nagyon volt dolgom, megmondom őszintén. Korábbi Pixi Boxokban voltak már minták, azokat elhasználtam, de még egyik sem tetszett meg annyira, hogy megvegyem belőle a teljes kiszerelésű terméket. Haladjunk akkor tovább. Volt még a dobozban egy Vichy Capital Soleil napvédő krém arcra mattító hatással 50-es fényvédővel. Ez egy ilyen kis tasakos minta volt. Én ezeket a tasakos mintákat is mindig elhasználom, főleg a napvédőket. Az előző Pixi Boxban egy La Roche-Posay Antelios 50-es fényvédő volt, én azt is elhasználtam, azóta már megvan belőle egyébként a nagy kiszerelés is, mert hogy amikor én napozok, akkor mindig 50-es fényvédőt szoktam használni. Ez egyébként csökkenti a pigmentfoltok kialakulását és lassítja a bőr idő előtti öregedését, hialuronsavval és szilikát mikrorészecskékkel gazdagították a hidratáló és mattító hatásért, fluid textúra, amely csökkenti a fénylő arcbőr hatását, vagyis azt gondolom, hogy ez leginkább zsíros, illetve kombinált bőrre való, hiszen ugye egyrészt fluid textúrája van, tehát ez egy ilyen nagyon könnyed, nagyon gyorsan felszívódó textúra, másrészt pedig ugye mattító hatású is. És volt még egyébként a dobozkában egy ilyen kis prospektus a Vichy fényvédő termékeiről.
A következő két termék a Schwarzkopf Professional Essensity Color and Repair Shampoo, illetve balzsam. Ezek 50-50 millis utazó kiszerelésű termékek. Nekem ezek nem teljesen ismeretlenek, mert hogy amikor voltam a Schwarzkopfnak egy ilyen, a Schwarzkopf Professionalnek egy ilyen sajtótájékoztatóján, akkor én emlékszem, hogy mintha ezeket említették volna. És ezeknek azért örülök most különösen, mert hogy nemrég festettem be a hajamat. Ezekről azt kell tudni, hogy az innovatív fitolipid technológia természetes és organikus összetevőkön alapszik, és kifejezetten a színkezelt haj ápolására lett kifejlesztve. Az Essensity Color and Repair sorozat intenzív ápolást nyújt a sérült, porózus színkezelt hajnak, éljen-éljen, akkor ez teljesen nekem való. És amit meg tudni kell róluk, hogy nincsen benne szilikon, parabén, illetve ilyen, hogy mondják ezt? Ilyen parfüm, tehát ilyen illatanyag, ami ilyen természetellenes lenne. Hát én ezért megszagolom, hogy egyébként milyen illatuk van. Hű, ilyen. Hát nem is tudom elmondani, milyen illata van. Kicsit olyan, mintha mentolos lenne, ami lehet, hogy így furcsán hangzik, de tényleg olyan. Kíváncsi leszek, hogy ezek mennyiben segítenek majd abban, hogy tényleg tovább megmaradjon a hajamnak a színe, illetve hát, hogy ápolják is a hajamat. Ezek a motorosok? Képzeljétek el, Talmácsi Gábor így gyakorol nem messze tőlünk. Na jó, nem, de most de ezek a hangok komolyan, mintha valami motorcross pálya lenne itt nem messze tőlünk. Én komolyan nem tudom, mi történik itt az utakon. Itt versenyeznek az alkotáson, a motorosok? Na mindegy. Térjünk vissza a Pixi Boxra. A következő termék azt hiszem, hogy a mostani Pixi Box a legnagyobb durranása volt. Ez azt hiszem a rendelés előtt nem sokkal derült ki, hogy lesz a dobozban egy Essie termék, és hát mi más is lehetne az, mint egy körömlak. Én a 803-as Cascade Cool árnyalatot kaptam, ami egy ilyen gyönyörű, lilás, rózsaszínes árnyalat. Én, ahogy megláttam, azon jobban beleszerettem. Nekem van egyébként egy ehhez nagyon hasonló, csak kicsit lilásabb árnyalatú Berryem lakom, és azt is imádom, akárhányszor képet tettem fel róla Instagramra vagy Facebookra, legalább öten megkérdezték, hogy milyen lak van rajtam. És ez is nagyon-nagyon tetszik, tehát tényleg szerintem igazi tavaszi nyári szín, annyira én vagyok, annyira szép, megint eltalálták a lakkot, Istenem, mázista vagyok. Ugye az Essie köröm lakkokat, azokat egyébként Magyarországon boltokban nem lehet kapni, sajnos, nem tudjuk miért, de nem lehet. Újabb rejtély, amit meg kell fejteni, de a 2M Beauty oldalról lehet őket rendelni, be fogom tenni a videó alá a leírásba a linket, és akkor ott szét tudtok nézni, hát ha találtok magatoknak valami kedvetekre valót, illetve rendszeresen szoktak náluk egyébként akciósak lenni is. Én is, ha jól emlékszem, tavaly rendeltem tőlük több köröm lakkot is, és akkor kaptam hozzá 3 Essie lakkot ajándékba. Tehát azt hiszem, 4 vagy 5 Essie lakot rendeltem, és kaptam hozzá még ajándékba 3-at. Szóval összesen 8 Essie lakot kaptam. Ezért ez elég jó. A következő két termék a BOM Cosmetics-től van. Az egyik, az egyrészt egy, hát nem akarok csúnyát mondani, mert ha úgy olvasnám, ahogy le van írva, akkor egy elég obszén kifejezést mondanék, de mondjuk úgy, hogy ez a pinyá-pinyáta szappan, ami egy ilyen gyönyörű kis torta alakzat, hát elképesztő, olyan, mint egy süti. És az a legdurvább benne, hogy amikor kinyitottam a dobozt, ugye még a tetején lévő papíroktól nem láttam pontosan, hogy mi van benne, de megcsapott ennek az illata, és tudtam, hogy na ez valami BOM Cosmetics-nek lesz az illata. Ez ugye egy szappantorta tulajdonképpen, ez egy teljes kiszerelésű termék. Ugye ezek arról híresek, hogy növényi glicerin az alapanyaguk, és tele vannak tiszta illóolajokkal, hát ettől van egyébként olyan nagyon-nagyon finom illata. És nekem már van egyébként egy ilyen BOM Cosmetics-es szappanom, és tényleg elképesztően finom illatuk van, és nagyon-nagyon puha bőrt varázsolnak nyilván a benne lévő növényi hatóanyagoknak köszönhetően, tehát ez az egyik, ami benne volt a BOM Cosmetics-től. Illetve volt benne 3 ilyen kis Little Hotties nevezetű, hát nem tudom ezt minek nevezik, illatpasztilla, igen. Ezekről a Little Hotties-okról azt kell tudni, hogy tulajdonképpen ilyen kis viasz darabkák, amiknek különböző illata van a benne található illóolajoknak köszönhetően, és úgy kell használni, hogy
belerakod egy pár oktatóba őket, alá teszel egy illatmentes mécsest, és ezek, ahogy így szépen olvadnak, úgy engedik ki a bennük lévő illóolajakat. Nekem van már egyébként egy csomó ilyen, mert hogy télen vettem egy dobozzal, mondjuk akkor inkább ilyen téli illatokat vettem. Ilyenkor nyáron nem nagyon szoktam gyertyákat égetni, megmondom őszintén, mivel szinte állandóan nyitva van az ablak, és szeretem inkább a természet beáradó illatát érezni. Viszont ezeknek nagyon finom nyári illatuk van. Van ugyanis egy ilyen kis füzetecske a Pixie Boxban, amiben meg lehet nézni, hogy melyik alakzat milyen illatot akar. És nekem sikerült megfejtenem, hogy az én kis zacskomban van egy mangó illatú, egy lime, hogyha minden igaz, és egy epres. Szóval ezek azért olyan igazi nyári gyümölcsös illatok, tehát lehet, hogy még a végén így kedvet kapok hozzá, és elpárologtatom őket valamelyik este. Volt még egyébként egy 10%-os kupon a dobozban, amit a BOM Cosmetics honlapján, a fürdőgolyók.hu honlapon lehet beváltani, ez 10% kedvezménye a Little Hatties termékekre. Volt ezúttal 2 darab parfüm minta is a dobozban, mindkettő Karl Lagerfeld parfüm, egy férfi, illetve egy női. Én a nőit most meg fogom szagolni. Azt a mindenit. Hú, ennek nagyon jó illata van. Fú, nagyon finom. Kár női parfümének egy elegáns, zöldvilágos illatot kreáltak. Az illat nagyon modern módon közelíti meg a tradicionális parfümöket. Hát ennek tényleg egyébként ilyen virágos illata van, de nem az a nagyon gelvirágos, hanem valahol olyan friss, tényleg olyan zöldvilágos. Fú, ez nagyon jó illat. A férfit meg majd kipróbálja a férjem, azt most nem fújom magamra, hogyha nem haragszatok meg érte. És végül, de nem utolsó sorban, volt még egy Vichy strandtáska is a dobozban, amit most szerintem először kibontok, mert egyrészt nagyon zöreged az acskó, másrészt pedig baromi fényes, és megvakítalak bele meneteket, amit nem szeretnék. Szóval így néz ki ez a strandtáska, amit láthatjátok, hogy egy narancssárga füle van. Itt van rajta egy ilyen kis illusztráció, nevezhetjük így, szép fehér, és cipzárral záródik. Tehát így néz ki, belül igazából nincs semmi extra. Ahogy látom, olyan anyagból van belül, hogy akár vizes fürdőruhát is bele lehet tenni, úgyhogy ez mindenféleképpen hasznos. Szerintem nyáron tök jó, hogyha van az embernek egy ilyen kis tatyója, amit el tud vinni strandoláshoz, de esküszöm, én ezt még bevásárláshoz is el tudom képzelni. Tudjátok, háziasszony vagyok, én már csak így gondolkodom, de mindegy. Nekem ez tetszik, szerintem tök jó, hogy benne volt. Ennyi lett volna most ez a júliusi Pixie Box. Én azt mondom, hogy én megint csak elégedett vagyok, aminek nagyon-nagyon örülök, az egyértelműen az Essilak, illetve a Clinique BB krém. A BOM Cosmetics termékeknek is örülök, a Karl Lagerfeld parfümnek pedig azért, mert elképesztően jó illata van, és most esküszöm, elgondolkodtam rajta, hogy ezt be kéne szerezni, mert nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó. Írjátok majd meg a véleményeteket, hogy tetszett ez a doboz nektek, illetve azt is, hogy ti megrendeltétek-e esetleg, és mi a véleményetek róla. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, hogyha igen, akkor mindenféleképpen iratkozzatok fel a csatornámra, hiszen akkor mindig időben értesülhettek az új videókról. Találkozzunk legközelebb is. Sziasztok!